Aktívabban telnek a nyári hónapok a polgárőrség életében, a közrend és a közbiztonság fenntartásában nagy mértékben segítenek. Somogyi János, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei polgárőrszövetség elnöke a vendégem. Jó estét kívánok, köszöntöm. Jó estét kívánok. Elnök úr, mit jelent ez a nagyobb aktivitás, akár számokban is? Hány polgárőr van jelen egy időben az utcákon, a köztereken? Hát ilyenkor megyénkben, amikor eljön ez a nyári időszak, ugye nyilván mindenki próbál szabadságra menni, nagyobb a mozgás a városban, a megyében, turisták megjelennek, ilyenkor fokozott szolgálatot látnak el a polgárőrök. Ez azért szükséges, hogy ha olyan turisták jönnek, ahol ugye esetleg nincs rend az országokban, azok láthatják, hogy Magyarországon rend és fegyelem van. Mit jelent ez a biztonságérzetben? A biztonságérzetben, hát aki a saját bőrén érezte már azt, hogy olyan helyzetbe került, hogy védtelenné vált, és ugye jó lett volna segítség, az nagyon tudja értékelni ezt. Például itt nálunk ugye a Sóstón van egy bűnmegelőzési pont, úgy nevezzük, ahol közös szolgálatot látnak el a polgárőrök a rendőrökkel. El kell, hogy mondjam, mivel a rendőrséget megemlítettem, hogy legfontosabb stratégiai partnerünk a rendőrség. Igaz, hogy a magyar kormány is úgy elfogadta a polgárőrszövetséget, az országos polgárőrszövetséget, hogy stratégiai partnerként, és ez nekünk, civil embereknek nem semmi. Tehát itt ezért tenni kell, ezért arra vigyázunk, hogy ténylegesen ne okozzunk az együttműködő partnernek csalódást, hiszen úgy próbálunk meg dolgozni, mint aki hivatásszerűen végzi a munkáját. Vagy még lehet egy picit jobban. Hány egyesület működik a megyében, és hány tagot számlál ez az egyesület? Ezt nagyon szeretem, az ilyen kérdéseket, hiszen van mivel dicsekedni. Megyénkben 5500 polgárőr teljesít szolgálatot. 5500 és 165 polgárőr egyesület van. Ez országosan is, tehát 60 ezer polgárőr van az országban, ez közel majdnem durván a 10%-a az országos átlagnak. És fontos tudni, hogy valamennyien önkéntesek. És fontos, így van. Ez azt jelenti, hogy mindenféle juttatás nélkül, ellenszolgáltatás nélkül végzik ezt a feladatot? Igen, ez tényleg úgy van. Jó, hát vannak jutalmak, vannak elismerések átadásra, na, de hát ez, de nem ezért csináljuk. Miért csinálják? Azért csináljuk, én el szoktam mondani, hogy ha valaki nem volt önkéntes, annak elmondom, hogy az önkéntesség hogy néz ki. Azt fel lehet fogni agyban is, de én mindig a szívemre teszem a kezembe, és azt mondom, hogy ez már nálunk itt van. Hiszen én 89 óta csinálom ezt. Mi a feladata a polgárőrnek, és egyáltalán mi a hatásköre? A polgárőrség valamikor ugye arra bontotta ki a zászlaját, a közrendközbiztonság és a bűnmegelőzés terén teljesítsünk. Igaz, hogy ma már a vám és pénzügyőrségtől kezdve, tehát a Magyar Posta, tehát a postást kísérik, amikor a fizetést viszi a postás, vagy a nyugdíjat, akkor kis településeken is ott van a polgárőr mellette, vagy legalábbis bizonyos távolságból követi, és figyeli, hogy ha véletlenül netalántán megtámadják, akkor közbelépne, ez az az első, hogy értesítse a rendőrséget. Mi az, amit tehet egyébként a polgárőr? Hát ha van hozzá ereje a polgárőrnek, ha úgy van felkészülve, akkor visszatarthatja, de hát azt mérlegelni kell, mert ha egy nála úgy látja, fizikailag erősebb emberrel ne szálljon szemben. Mi az, amire kiképezik a polgárőröket, hiszen folyamatos képzéseken vesznek részt? Tehát most a képzés, igen, a képzéseken a rendőrség tart nekünk képzéseket, felkészítő tanfolyamok vannak, nyilván ugye az ő munkájukat is segítve, mert ugye most nagyon sok rendőrt vezényelnek a déli határra. És március 24-én voltunk az ORFK-n ott tartjuk mindig Budapesten a küldött értekezletünket, tehát ez országos. És ott a belügyminiszter úr is elmondta, országos főkapitány úr is, hogy a polgárőrség nélkül nincs közrend, közbiztonság. Ezt így most már világosan, tisztán kimondják. Eljárni tehát nem járhat el
Nyilván nem pótolja a rendőrnek a szerepét. Amiben viszont nagyon jónak kell lenni, az a éberség és a megfigyelőkészség, jól mondom? Így van, igen. Én azért is mindig azt szorgalmazom, hogy közterületi szolgálatot. A közterületen legyenek kint a polgárőrök, és ha például éjszaka ugye egy kis településre beszélek most, ugye fel tudja jegyezni a rendszámot. Hát nincs, főleg, ha nincs nagy átmenő forgalom. Tehát be lehet határolni, sokszor volt már ilyen eset, hogy így lett lefülelve egy betörő banda, hogy a polgárőr felírta a rendszámot, ugye amikor a szolgálatot befejezzük le kell, akkor be kell jelentkezni. Tehát szolgálat kezdetekor is, szolgálat végén is be kell jelentkezni a polgárőrnek, hogy a szolgálatot befejezte, esemény történt-e vagy nem. Ha történt, akkor azt az illetékes rendőr hatóságnak el kell juttatni. És minél több információval tudjon szolgálni igen, a rendőrség felé. Igen. Mennyire aktívak a fiatalok például? Mennyire lehet bevonni őket egy ilyen önkéntes munkába? Hát most a fiatalok ebben a munkában nem annyira jeleskednek. De hát ez... Tehát meg is látszik egyébként a polgárőrök összetételén is, ugye, hát az a 50-60 év körüliek szerintem talán többen vannak, mint a fiatalabbak. Mi az, amit tenni lehetne annak érdekében, hogy a fiatalok nagyobb részt vállaljanak, hát és nagyobb felelősséggel viseltessenek? Azt csináltuk egyébként, tehát Országos Polgárőr Szövetségnek a ajánlása, illetve hát ugye megvan intézkedési terve nekünk, hogy toborozzunk fiatalokat. Nagyon sok ifjú polgárőr van. 14-től 18 év közöttiek azok ifjú polgárőrök. Itt a megyében is van nálunk, 120 most jelenleg, és így próbálunk ugye a rendészeti szakközeiben keresztül, ugye együttműködési megállapodást kötöttem az igazgatóasszonya, és így próbáljuk a fiatalokat, ugye nyáron van az 50 kötelező óra, és akkor mennek polgárőr egyesületekhez, kihol az maga településén, mennek közös szolgálatba. És nagyon jó, érzik magukat, tetszik nekik, hát ezekből még lehet akár polgárőr is, de még rendőr is. Ugye elmondtuk, hogy itt önkéntesekről van szó, akik külön juttatást nem kapnak ezért a tevékenységért, ugyanakkor az egyesületeknek mégiscsak valamilyen módon a költségeiket finanszírozzák, honnan származik ez a finanszírozás? Ezt a magyar kormánynak köszönhetjük egyébként, mert 2015, megmondom én összeg szerint is, hogy 2 millió forintot kaptunk, hát abból nem lehetett, hogy... Az egész megyei szövetség? Ez az országos szövetség kapott 2 millió forintot. És most már hát az 1 milliárd 500 ezernél tartunk. Tehát másfél milliárd. Most, így van, másfél milliárdnál tartunk. Mire tudják fordítani azt az összeget, mondjuk ebből a megyének mennyi jutott az elmúlt évben? Hát így létszámarányosan van elosztva a pénz, úgyhogy én úgy szoktam mondani, mint ahogy Hofi mondta, hogy nem testvériesen kell elosztani valamit, hanem igazságosan. Hát nálunk ez úgy van, tehát létszámarányosan, és a megyénk, mivel ilyen nagy létszámú, most erre az évre kaptunk az 40-45 millió forint. Mire fordítják ezt az összeget? Hát ezt pályáztatjuk az egyesületeket, akinek még formaruhája nincs, vagy akár technikai felszerelés, számítógép, híradástechnika, így van, azok vehetnek, vagy motor, vagy tehát robogó, bármilyen célra, a szolgálat érdekében aktívabban tudjanak dolgozni. Reméljük, hogy az idei nyáron is eredményesen fognak tudni. Reméljük is. Én azt remélem, hogy a megyénkben rend és fegyelem lesz. Ebbe polgárőrök segítséget adnak mindenben a rendőrségnek, és azt akarjuk, hogy ez a megye kiváló eredményt érjen el. Egyébként az Országos Polgárőr Szövetség által már 3. évben dobogósak vagyunk, tehát nincs mit szégyenkezni a Szabolcs megyei embereknek. Elnök úr, köszönöm, hogy befáradt a stúdióba. Nagyon szívesen máskor is állok rendelkezésükre.